Sziasztok, üdv újra Beresz Robi Polír garázsában. Ez a csodálatos 123-as kupém, amely most már föl van polírozva. Robi csodát tett vele valóban, de azt mondtuk az elmúlt rész végén, hogy van még egy lépés, amit be kéne húzni azért, hogy ez az állapot tartós maradjon. Ő Péter, aki a Naziol C képviselője. Szia Péter! Szia! Te vagy a kerámiás? Én vagyok a kerámiás. Hoztál nekünk valamit, amitől az autóm tényleg sokkal tartósabb, szebb és még élvezhetőbb lesz? Hát legalábbis a felülete, a motorját. Az az én dolgom. Ez micsoda? Ez a Naziolnak a csúcskerámiája, az NL272. Az NL272. Mit kell a kerámiáról tudni? Általában a kerámia egy szilícium-dioxid bevonat, egy nagyon kemény felületvédelem. Különbözőek vannak, ez egy 5 éves védelmet biztosít, ha karban tartod. Amikor fölviszik az autóra, és úgy, ahogy a Robi csinálja majd? Tehát így föl fogja simogatni az autómra? Föl fogja simogatni az autódra. Csak most pillanatilag olyan állapotba hozza, hogy könnyedén kötődjön föl az autóra. Oké. Okay. Szilikon, ha lent volna, akkor az zsírtalanítás, ugye ott megfogtad, azt is le kell törölni. Ja, azokat mind rendben. Tehát a polírozás után, ha akarunk kerámiát, akkor frissen a polírozás után kell csinálni, ugye? Hát olyankor érdemes, mert ha már karcos, kinagyítja a karcokat. Tehát csúnyább lesz akkor az autó, mert ez látványosan a hibákat is kihozza. Na gyere, gyere, bontsuk ki. Nézzük meg, hogy mi van a dobozban. Ez egy unboxing. Ó! Szerint egy parfüm. Nem? Komolyan mondom. Ezt így kinyitni is szép. És ez maga a kenceficénk. Ez itt, ez meg itt valami kártya. Ezt tettünk. Ez nagyon jó. Péter, csak hogy leegyszerűsítsük. Tehát amikor azt mondjuk, hogy nanotechnológia, meg kerámia, ez a kettő így ebben az esetben ugyanazt jelenti. Tehát maga ez a cucc egy nano szemcse méretű dolog, amit ráviszünk az autóra? Mondhatnám, hogy néhány nanométer vastagságú bevonat kerül rá. Ez a mikronnak az ezred része. Igen. Na most ebből, amit fölrakunk rá egy rétegbe, és ez különleges a Naziolnál, hogy minden bevonata egy rétegű, gyakorlatilag 1000-1300 nanométer vastagságban lesz rajta a bevonat. Ezt most csak azért megint, hogy így megértsük, meg aki nem nincs teljesen képben, a fényezésben vannak ilyen apró kis göröngyök? Még a polírozás után is, és ez azt tölti majd ki? Nem tölti ki, ez mindenre a felületére rámegy. Az egészet lefedi. Lefedi, és gyönyörű. Azt talán elviselkedhetek fel, hogy a fényezése szebb lesz. Most olyan, mint újkorában, okay. Ezután szebb lesz, mint újkorában. Na erre majd még azért kíváncsiak vagyunk, de azt is mondtad nekem, hogy ez a cucc itt egy abszolút top termék, amit egyébként meg is érdemel az autó, megjegyzem. Egyébként megérdemli az autót. Igen, mit kell erről tudni? Tehát, hogy ez, ebben is vannak nyilván kategóriák és rétegek. Ez a csúcs kategóriája a Naziolnak, viszont a világon is az egyik legjobb kerámia. Wow. Minden tesztet, aki hajlandó utána nézni és megkeresni, az első 5-10-ben mindig benne van. Tűha, akkor ez ennyire komoly. Jó, azt mondjuk el, hogy egy egyszerű átlag felhasználó, akinek az autóját Robi megcsinálja, egy ilyen kezelés után mit várhat és mi fog történni? 12-es pH-ig, ez nem tudom mondani valamit bárkinek is, 12-es pH-ig ellenáll egyébként a lugoknak is, a savaknak meg teljes mértékben. Én egy egyszerű felhasználó vagyok. Otthon leviszem a kézi mosóba, tehát a gőzborotvás mosóba, az oké. Okay. Az oké. Okay. Ott, ha azt mondom, hogy vegyszeres mosás, az oké? Okay? Nem minden mosó. Tehát van, aki nagyon vegyszerezi, okay. Aki megöl minden kerámiát. Jó, akkor inkább csak egy egyszerű, sima vizes mosás, sima vizes mosás és áttörölgetés, ha szükséges, egyébként meg nem szükséges. Hát mondjuk ez nem át letörölni egy ilyen szárazoló kendővel, uh-huh. Mert az jó. Jó, akkor összefoglalva, hogyha ezt rátesszük, akkor nem kell attól félnem, hogy a Robihoz kell járnunk fél évente, mert az autón bemattó. Hát azért nem. És bátran használhatom, de egyébként térre úgyis megy majd aludni. Jó. Én szerintem mindent megtudtam. Ha tényleg megy aludni,
akkor ez 10 évet kibír rajta. Hát ezt ő télen alszik, igen. Engem most már a végeredmény érdekel. Berec úr, ne támassza a falat, szíveskedjen elvégezni a folyamatot. Köszönöm szépen. Két napja jártunk Berec Robi mesternél, és most izgatottan várom, tudod, mint amikor a vőlegény várja a mennyasszonyt, hogy följöjjön a garázsból a polír és a kerámia után, de komolyan mondom, nem csak a hideg miatt, de a libabőrös vagyok.